félrevezetés, a fake news, vagy a sztori gyártás, legyünk megengedőek, lehet, hogy egyidős az emberiséggel. Itt az elején hoztak történelminek nevezhető példákat. Mire alapul ez az egész pszichológiai attitűd, az emberek szeretik, ha becsapják őket? Mondjuk fogalmazunk így, mert a reformátusok mondták, ugye, hogy a világ azt akarja, hogy csapjuk be. Csapjuk tehát be. Mundus vult decipi, ergo decipiátur. Ez tényleg így működik ma is? Hát a reformátusoknak utána kell nézzek. Jó, akkor ezt töröljük a jegyzőkönyvbe. De hogy amióta tényleg az emberiség létezik, legalábbis a beszélt nyelv, azóta történetekbe foglaljuk azt, amit meg akarunk osztani egymással, a tudásunkat, az információkat, és hogy mint ahogy vannak a valós történetek, a tényszerű információk, egyértelműen megjelentek, és mindig is ott voltak mellettük a nem valósak. Ezeknek általában mindig volt valami érdekük, valami jelentőségük, valaki át mögöttük, valakinek a szándéka volt, hogy becsapjuk egymást, hogy félrevezessük, hogy nem valós tények is terjedjenek. Mindig más és más az emögött álló érdek. Viszont a napjainkra az is igaz, hogy annyira felgyorsult a tények áramlása, az információ áramlása, hogy nagyon sok egyéb dolog bejött. Mi korábban egy-egy nagyon szűk politikai érdek, vagy geopolitikai érdek állt a mögött, hogy valami elterjedjen, ami nem igaz, most ezek kiegészültek. A kereskedelmi célú dolgok, a média átalakult, ugye, tehát a klikvadászat, a különféle akár ilyen hirdetés megtévesztés, ezek mind-mind olyan új területek, amelyeket nagyon könnyű művelni, nagyon könnyű belépni, és nagyon nagy számban vannak jelen az aktorai, így egyre nagyobb számban vannak számban sajnos jelen azok is, akik megtévesztő tartalmakat gyártanak, illetve terjesztenek. Most mindenhez szükség van a médiára, ugye a közvetítő eszközre, még ahhoz is szükség volt, hogy elterjeszthessék Néróról, ugye, hogy felgyújtotta Rómát. Lehet, hogy valami indítatása volt, vagy ötlete volt neki, mert ugye költő volt, és ihletet akart meríteni állítólag, ezért kellett neki a tűz, de hát ez azért túlzás. De a média, mint olyan manapság, mennyire nevezhető a közvetítő közeg biztonságosnak? Hát tanulnunk kell, ahogy alakul át az életünk, és bizonyos dolgokat teljesen az újdonság erejével kell megtanulnunk, ugyanígy a médiafogyasztást is. Tehát, hogyha a történelmet veszük, például ugye Mátyás király tudomásunk szerint nem járt áruhában, és nem volt egy ilyen jóságos uralkodó. 10-ből 10 magyar megesküdne rá. Így van, de ezek nem okoztak egyébként a hétköznapi életünkben nem okoznak nekünk kárt, hogyha egy ilyen történetet elhiszünk. Viszont ha kézbe veszünk egy újságot, amit bedobnak a postaládánkba, vagy megnézünk egy videót, amelyik egy terméket el akar adni nekünk, beleeshetünk abba a hibába, hogy pusztán csak azt gondoljuk, hogy hiszen az újság megírta, hiszen a tévé bemondta, a rádió, valaki megosztotta a közösségi médiában, és ezért ezt már hihetőnek gondoljuk, alátámasztottnak. Viszont ezzel nagyon könnyű visszaélni. Őrizetbe vettek a paksi rendőrök egy 44 éves karcagi nőt, aki az eddigi adatok szerint több mint 40 férfitől csalt ki kisebb-nagyobb összegeket. Összesen kis hián 10 millió forintot szedett össze, hol az anyja temetésére, hol a gyereke betegségére hivatkozva. A nő az áldozatait internetes párkereső oldalakon szedte össze, majd kezdett akcióba. Egy paksi férfi tett feljelentést a rendőrségen az ellen a nő ellen, akit egy internetes társkeresőn ismert meg. A férfi szerelmet remélt, de csalás áldozata lett, a nő több mint 1,5 millió forintot csalt ki tőle. Személyesen sosem találkoztak, a nő ezt csak folyamatosan ígérgette. A paksi rendőrök azonnal nyomozásba kezdtek, és felderítették az ügyben azt, hogy a nő ezen a férfin kívül még másik legalább 42 férfit károsított meg, körülbelül 9,5 millió forinttal verte át őket. Különböző indokokkal kért tőlük pénzt rövid időre, mégpedig az édesanyja temetésének költségei fedezésére, gyermekeinek gyógyszert akart belőle vásárolni, és egyéb hasonló kitalált történetekkel. Egy párkereséssel foglalkozó szexárdi iroda vezetője azt mondta, annak, aki interneten keres új kapcsolatot, nagyon óvatosnak kell lennie. Sokan annyira magányosak, hogy egy kapcsolat reményében könnyen elhisznek szinte bármit. Hozzátette, a hasonló visszaélések egy kis odafigyeléssel elkerülhetők.
Ameddig egy személyes találkozás nem történik meg, addig nagyon-nagyon védeni kell magunkat, tehát akár egy e-mail címmel, akár egy telefonszámmal, egy többivel. És utána, amikor már bekövetkezik a személyes találkozás, akkor is még az az illető nem egy általunk ismert személy. Tehát egy több lépcsős tesztelés alá kell vetni, hogy az ember ilyenkor megbizonyosodjon arról, hogy valóban az illető az, aki az. A 44 éves nőről kiderült, hogy Karcagon él, és a meséjéből semmi nem volt igaz. A rendőrök többször is kihallgatták, míg végül őrizetbe vették, és már a bíróság le is tartóztatta. Az is kiderült, hogy korábban már ugyanilyen bűncselekmény miatt hoztak ellene ítéletet. Tehát tanulnunk kell, azért is gondoljuk azt, hogy beszélni kell róla, egyfajta egészséges bizalmatlanságot kell elhinteni, amit szépen mondva kritikus gondolkodásnak is nevezhetünk. Meg kell tanulnunk azt, hogy azért, mert elhangzik valami, azért, mert minket elér egy információ, nem biztos, hogy az így is van. Vizsgáljuk meg, tanuljuk meg, hogy hogyan tudjuk ezt megvizsgálni, ellenőrizni, mik azok a vörös lámpák, amik gyanút keltőek, hogyan lehet leellenőrizni őket. Ezek mind-mind olyan dolgok, amikre lehet, hogy 20 vagy 30 évvel ezelőtt nem volt szükség egyértelműen, de most egyre inkább. Na most az ön szavaiból süt, hogy a független média központból érkezett, viszont az emberek nagy része, mintha nem is szeretne független lenni. Tehát ugye szó esett már korábban média buborékokról, én azokhoz csatlakozom, azoknak a véleményét hiszem el, vagy legalábbis tartom valószínűnek, akik hasonló véleményen vannak velem, és a valóság, mint olyan, nem is igazán érdekel. Tehát van-e átjárás a média buborékok között, vagy azokról eleve le kell mondani, akik ilyen elkötelezettség csapdájába estek? Hát ez egy jó kérdés. Én szívem szerint azt gondolom, hogy a buborékban élés az nagyon kényelmes, komfortos dolog, és egyébként biztonságot is ad, nagyon sok dolgot elmagyaráz, a hétköznapi életünket tényleg könnyebbé is teszi, hogyha nem kell minden nap azon stresszelnem, hogy melyik politikai pártra vagy vezetőre szeretnék szavazni, hiszen ha állandóan megkérdőjelezném ezt, akkor az én hétköznapi életem, miközben én mondjuk csak szeretnék egy jó tanár lenni egy iskolában, vagy egy jó orvos egy kórházban, nem erről kéne, hogy szóljon. Tehát nem feltétlenül van arra szükség, hogy mindenki állandóan megkérdőjelezze ezt a buborékot, ami eléri őt, amiből belekerül. Az már egy más kérdés, hogy viszont aki veszi a fáradtságot és szeretne tájékozódni, annak adjuk meg a lehetőséget arra, hogy ki tudjon ebből lépni, több szempontból tudja ugyanazokat a híreket meghallgatni, megtalálni, el tudja dönteni a különféle perspektívák közül, hogy mi az, ami szerinte számára a legelfogadhatóbb, vagy a legvalódibb. Vannak nyilván filozófiai mélységek, amikor már szinte nem is lehet teljes igazságról beszélni, viszont az nagyon káros, és sajnos erre is látunk jeleket, amikor egyértelműen a valóság elferdítése a cél, egy-egy politikai, nem is tudom, célnak alávetve tájékoztatják félre az olvasókat, a hírfogyasztókat. Ezek ellen jó lenne fellépni, ezekre jó felhívni a figyelmet, hiszen abban hiszek, vagy abban bízunk, hogy ha a hírfogyasztók tudatosabbá válnak, akkor erre nekik is igényük lesz, hogy azért teljes valótlanságot ne osszanak meg velük, ne hazudjanak nekik. Valahogy valamilyen keretbe tenni persze egy-egy történetet, valamilyen értékrendhez igazítani, az mindenkinek szíve joga, de amikor konkrét félrevezetés történik, ott jó lenne, hogyha minél erősebb visszajelzés érkezne a csatornák felé, az előállítók felé, hogy ez nincs rendben, ez nem egy jó gyakorlat, ez hosszú távon nagyon, nagyon rossz eredményeket szül, hiszen hogyha mindenféle elkezd ezzel operálni, mert azt látja, hogy ezzel több szavazója lesz, ezzel több vásárlója lesz, nagyobb elérése lesz, akkor ebben nincs megállás. Miközben hallgattam, arra gondoltam, nem tudom, végeztek ilyen kutatást, hogy hány százaléka lehet az a médiafogyasztóknak, akik vágyják az igazságot, és nem csak befogadják kényelmi szempontokból azt, ami hatás éri őket. Tehát kiknek tudnak kapaszkodni? Nyilván azoknak, akik kíváncsiak
a valóság, az igazság, az hány százaléka lehet a médiát olvasóknak, nézőknek, használóknak? Hát ilyen kutatási eredményt nem tudok felhozni, de én azt gondolom, hogy mindenki igazságot szeretne. Csak nem biztos, hogy amit pont az említett komfort vagy kényelemérzetet szeretné elhagyni, hogyha ezt a kettőt egymással ellentétbe kell állítani. Tehát a legideálisabb mindenkinek az, hogyha az igazsághoz a legközelebbi információkat kapja, és ezt is vágyják, csak közben ezt olyan hangon, olyan értékrendhez igazítva, olyan embertől vagy csatornától szeretné megkapni, akihez érzelmileg is kötődik. Ez a kettő nagyon jó, hogyha együtt tud járni, ez az érzelem és az értelem. Ez egy nagyon szerencsés eset, ha a kettő együtt kapja meg azt, amire igénye van, de ugyanakkor könnyebb az érzelmekre hatni, azt is látjuk. Tehát itt számokat nem tudok adni, de hogy azért leginkább azt gondolom, hogy mi emberek úgy működünk, hogy elsősorban érzelmi lények vagyunk. Én magam is néha meg kell álljak, és nagyon tudatosan kell kilépjek az érzelmi köreimből, és kérdéseket tegyek fel magamnak. Tehát, hogy ez egy élethosszig tartó tanulás vagy gyakorlás, és néha sajnálom, hogy nem tudom elengedni magam, hogy egy buborék vigyen magával engem is, és abban legyek. Ez egy nehéz ügy.